Nos hát, akkor sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban, mint ahogy ígértem, Infinity Hosting, vagy Infinite Hosting megint, és ugye kértétek, hogy mutassam be az FTP-s csatlakozást, meg hogy milyen alap pluginok kellenek egy kezdő szerverhez. Na hát akkor fogjunk is neki igazából. A főből annyi, hogy még azért ezt így bemutatom. Lett egy-két változás az FTP-n, vagyis magán a webadminon. Ugye minden más lett, tehát lett egy kicsit jobb dizájn rajta, meg ugye alapból a belépésnél is jobb. Úgyhogy nekem ez nagyon tetszik, látszik, hogy foglalkoznak vele, szóval király. Na, hogyan csatlakozunk az FTP-hez? Kell nekünk ehhez egy FTP, tehát egy Bitwise vagy egy Winash CP. Igazából én Winash CP-t használok, itt már láthatjátok a pluginokat, hogy mik lesznek, amiket most így ki fogunk elemezni, és az Essentials-t is úgy nagyjából bekonfigolgatjuk, de az csak úgy nagyon-nagyon átfutólagosan. Na, igazából akkor itt van, hogy FTP adatok, az IP-t kimásoljátok, beilleszted, ugye itt van, hogy port száma 21, átírjuk 21-re, itt van a felhasználónév, és itt pedig a jelszó. Jelszóváltásra annyi fontos mondani valóm van, hogy itt ugye, ha nem váltatok jelszót, akkor ez a jelszó marad, ha váltatok, akkor az. Tehát ez azért fontos. És akkor itt szépen elmentitek a videómappába. Nyilván ezt nektek mindegy, hova mentitek, mert teljesen mindegy. Csak nekem itt vannak más adatok is. Oké, elmentetik a videómappába. Jelszóval mindennel együtt. Csatlakozás. És voilà! Meg is vagyunk. Rendben. Rendi csak? Oké. Plugins. Semmi nincs itt. Kezdjük azzal, ami egy alapvető dolog. Van egy-két olyan dolog, amit le kell venni. Szerintem ezzel kezdjük. És ugye ezt a Bungie kortot akkor kell true-ra rakni, hogyha Bungie is a szervered. De arra még szerintem nem fogunk rátérni. Itt ezt át lehet írni magyarra. Én személy szerint ilyesmivel nem szoktam foglalkozni, mert nem látom értelmét. Aki igényes, az nyugodtan megteheti. Úgyhogy, ja. Itt a bucketba lesz majd egy connection toll. Azt le kell venni nullára. Itt is van. Őt lekapod nullára, és akkor nem lesz olyan, hogyha egyszerre csatlakoztak, akkor nem dob fel, stb. 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 Nézzünk egy properties-t. Itt azért lehet, hogy lesz, amit majd le kell venni. Szerintem a spawn animal az fölösleges. A monsterek is fölöslegesek. Mondjuk meg az online mód, ugye. Az online mód az azért jó, hogyha eredeti Minecraftod is van. Ha van, akkor meg ha eredeti szerót akarsz, akkor nyugodtan hagyhatod trón. Ha pedig ugye nincs, akkor rakd false-ra, és akkor fel tudsz már tuppanni a szerverre. Oké, ez is megvan. Mi az, ami még egy picit fontosabb lehet nekünk? A monsterek, a szörnyek. Mi lehet itt még, ami így fontosabb? Kikapcsoljuk az achievementeket is. Mondjuk én is van, amikor véletlenül úgy hagyom, és szarok rá kikapcsolni, de nem én, nem tőlem tudjátok. Ezt is átírjuk false-ra. Oké, amúgy ez, amit itt láttok, ez egy Visual Studio kód, ez is ott lesz a leírásban. Ez egy ilyen eléggé jó kis, hát egy olyan, mint a Notepad. Na, és akkor nyomtok egy Ctrl-S-t. És akkor itt már írja, hogy befejezve. És akkor bezárhatjátok. Na, ezzel úgy az alap részével meg is lennénk. Én már most bepakolom a pluginokat. Elsősorban el is mondom, igazából anti-Jigsaw, a legeslegalapabb anti-crasher a Jigsaw-ot megvéd, a Jigsaw ellen véd, más ellen semmi. Essentials chat, ez ugye értelemszerűen ezt a mai videóban nem fogjuk, de majd egy külön videóban elmagyarázom, hogy ez mi, és hogy hogyan van az egész. De annyi, hogy a chatet tudod vele formálni, tudsz színesen írni, meg tudsz prefixeket beállítani, stb. Stb. Essentials, ez ugye, ezt nem fogom senkinek sem magyarázni. Ebben van a GMC, stb. 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 Essentials phone,
warp, set warp, del warp, spawn, set spawn, multiverse core, tudsz világot generálni, stb. Stb. World guard, world edit, world guard-dal le tudsz védeni valamit, hogy ne tudjanak rombolni a játékosok, esetleg tudsz neki, be tudod állítani, ne tudjanak TNT-t dobálni, stb. 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 World edit meg ugye építéshez is szolgál, meg mindenhez. Szóval ezt így behúzzuk. Így. Jó, hát a netem az nem valami túl jó, na bocsánat, de hát most én erre nem tehetek. Akkor itt a szerveren nyomunk egy olyat, hogy újraindítás. Na és akkor itt vagyunk még egyszer, mert Alex valamit elcseszett, szokás szerint. De no probléma, akkor játsszuk le még egyszer ezt, hogy kijelölöm. És berakom a szerverbe. Oké, és megvan, tud király, oké. Tolunk itt vagyunk most. Tolunk egy restartot. Resizzük. És akkor meglátjuk, mi fog történni. És folytathatjuk tovább a videót. Hála Isten, végre amúgy valamit elrontottam az előbb, és nem engedett fel a szerver, és újra telepítettem az egészet, és újra csináltam minden lépést. Nem fogok hazudni, most remélem, hogy jó lesz. Azt mondja, hogy per PL. Hopp, és már a World Guard abba is van. Hopp, hopp, hopp. Beállítjuk. Kivesszük. Elindítjuk. És akkor meglátjuk most mi lesz. Gondoltam, hogy újabb verziót raktam be. Nem baj, most nem, akkor azt nem elemezzük még ki. Gyerünk. Most úgyis az Essentials van előtérben. Per PL. Oké. World Edit, Essentials Chat, Multiverse. Oké. Felcuppanunk rá. Oké. Megvagyunk. Oké. Beopézzük magunkat. Oké, és ez is megvan. És akkor igazából itt a szerver, már van per GMC, de még angol. Itt vannak a pluginok. Oké, most már tudsz elvileg setwarpolni, per setspawnolni. Oké. Akkor ez így marad. És akkor mondom, mi a kövi terv. Belemész az Essentials mappába. Config. És akkor kezdjünk neki annak, amit már nagyon rég csináltam. És ugye Visual Studio Code az ott lesz a leírásba. OP Color-t ezt kiszedjük, megyünk lennébb. Max Nick Length, tehát ugye milyen hosszú lehet egy nickném. Mi az, amit nekünk fontosabb? Teleport cooldown, azt általában én 3-ra szoktam rakni. Szintén a delay-t is. Mi van itt még, ami fontosabb? Itt vannak ugye... Oké, ez is itt van. Itt nekünk, ami egy picit fontosabb lesz, az itt ugye a táblák, hogy működjenek. Mert ha most fogok egy sign, és tegyük fel, ide lerakom, free kő, akkor azt nem tudom kiszedni. De ha viszont... Kiszedem ezeket, nyomj Ctrl-S-t, bérem, hogy press reload. Akkor már sikerül is. Így van. Jó. Akkor folytatjuk. Tehát, hogy hány másodpercenként tud belenyúlni. Ezt rakhatjuk egyre. Auto off kick, ezt ti állítjátok be magatoknak. Ezzel én most nem fogok foglalkozni. Custom join message. Ide megcsinálhatjuk azt, hogy test server,
akkor csinálunk valami kicsit. Valamit úgy, ahogy kinéz valahogy, na. Legyen az, hogy... Username. Oké. Okay. Szintén ugyanezt megfogod. F, és akkor... Lecsatlakozott a szerver. Rőd. Oké, okay, és ez is megvan. És akkor... Ami még nekünk itt nagyon-nagyon fontos, ha megtalálom. A chat részével most nem fogok foglalkozni. Itt be tudod állítani, hogy mennyi legyen a minimum, maximum, stb. Stb. Meg hogy mi legyen az ekonomia. Ezt átírtaik fel FT-re, akkor itt a forinttal fognak kereskedni. És akkor itt rákeresünk arra, hogy... Language. Ezt elvileg, ha... Átírjuk Q-ra. Elmentünk itt minden. Tanulunk egy per S reloadot. És akkor már itt ugye nullán van most amúgy a is elrontottam az OP color. Mert ugye nem nulla kell, hanem ide semmi se kell. És akkor nem írja ki, hogy OP jogod van. Na és akkor most ugye már magyar az essential szünk, azaz a perset warp perset spawn perspawn és teleportálás. Tehát magyar az egész most már. Multiverse korban még mutatok valamit. És így most már nem írja, hogy milyen világban vagy. Ez így, ez szerintem úgy egy kicsit a kinézeten azért javít. A chattel most nem fogunk foglalkozni, még annyit tudom, hogy hogyan kell Flatworth-ot generálni, tegyük fel egy Sky PvP építéséhez. Akkor. MV Create Test. MV TP Test. És... Íme. Voilà! World Edit. Hát azt nem fogom túlhúzni. Lehet ilyesmiket csinálni vele. Jó? Ilyet is lehet. Ilyet is lehet. Mindent lehet. Szóval, ja. Srácok, igazából más nem nagyon szeretném volna bemutatni. Ha tetszett a videó és szeretnétek még, hogy ezt folytassam, esetleg másztak bele a rangrendszerbe, a chatbe, a tabra, stb. Stb. Szeretnétek, hogy ezt kivesézzem nektek itt videóba, akkor kérlek jelezzétek egy lájkkal, kérdéseket kommentbe, válaszolok rájuk, és nagyon szépen köszönöm minden is az egyenleget az Infinite Hostingnak. Szóval, ja, sziasztok!